A vízhálózat bővítése a Szabadkához tartozó Makhetes és Zorkahelyi közösségek területén, a Palicsi Egészségház felépítése, egyebek mellett ezeket a beruházásokat is magába foglalja Szabadka város 2024-2026 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terve, ami napirendre kerül a VKT soron következő ülésén. A képviselők egyebek mellett határoznak Szabadka város alapszabályának módosításáról is, összhangba hozzák azt a honvédelemről szóló törvénnyel. A részleteket dr. Pásztor Bálint, a VKT elnöke ismertette sajtótájékoztatóján. Esőre várnak a vajdasági gazdák, komolyabb csapadék már hetek óta nem áztatta a földeket, így nem csak a növények szomjaznak, hanem a kukorica vetése is nehézségekbe ütközik. Az előrejelzések pedig nem sok jóval kecsegtetnek, a folytatásban is marad a száraz, szeles, koranyárias időjárás. Erős földrengés rázta meg Tajvan szigetét, a földmozgásnak több halálos áldozata, valamint több mint 700 sérültje van. A rengés a Richter-skála szerinti 7,4-es erősségű volt. Ilyen erős földmozgás az elmúlt 25 évben nem történt a szigeten. A földrengés földcsuszamlásokat idézett elő, 26 épület összedőlt, emellett utak rongálódtak meg, egyes szigetrészek pedig áram nélkül maradtak. A rengést Japán déli részén, Kelet-Kínában és a Fülöp-szigeteken is érezni lehetett.